Drága jutkám, Ferikém, képzeljétek el, hogy én az első villamos jegyemet 40 forintért vettem. Kérhetnék egy konyakot kávéval? Vagyis hát a kávé nem lényeges, elég lesz a konyak is. Köszönöm. Na már most, tudjátok, hogy soha nem kérek semmit. Világéletemben szerény voltam, most viszont lenne egy kérésem hozzátok, ha vennétek nekem egy villamos jegyet a musical villamosra, nagyon boldoggá tennétek. Én nem tudom, hogy kell bemenni az internetbe, ezt ti elintéznétek. És akkor itthonról, a fotelból kényelmesen nézhetném a musical villamos műsorát. Ezzel egyszer segítenénk a fiatalokat másodszor. Még színházi ajándékot is kapnék, csak egy valamire nagyon kell vigyázni, hogy helyesen töltsétek föl a dolgokat úgy, ahogy kell, tudjátok. Mert a postai cím, ha téves, nem kapom meg az ajándékot. Úgyhogy nagyon figyeljetek, amikor intézitek, számíthatok rátok, ugye? Köszönöm. Köszönöm, édeseim, a konyakot is. Isten éltessen minket. Egészség.